a, a ki tudja pipálni, amik szerinte neki, kritériumok, akkor azt gondolja, hogy ez egy kielégítő párkapcsolat lehet, de hogy, hogy ugye ez nem így működik. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket ebben a videóban. Az én nevem Bíró Bence Péter, pszichológus vagyok, és a mai videóban a beszélgető partnerem dr. Vankó Tünde aki nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljött ebbe a beszélgetésbe. Köszönöm a meghívást. Magam is sokat tanultam már tündétől különböző képzéseken, kurzusokon. Hát tündéről azt érdemes tudni előjáróban, hogy Jeffrey young -tól a séma a megalkotójától tanult személyesen New Yorkban Fulbright ösztöndíjjal, illetve az Angliában praktizál, és Magyarországon a, képző képzőrendszernek gyakorlatilag a szakmai csúcsa, hogyha lehet így fogalmazni. És hát én is, magam is, amikor valaki sématerepeutát keres, akkor általában azokhoz az emberekhez szoktam irányítani a, a, az érdeklődőket, akiket tünde tanított, illetve magam is igyekszem el annyit tanulni, mint csak lehetséges, úgyhogy ezért is egy hatalmas nagy szakmai megtiszteltetés az, hogy, hogy ma itt találkozhatunk. És a mai beszélgetésünknek a fő témája, az az lesz, ami a párválasztásban nagyon-nagyon sokakat érint, méghozzá az, hogy hogy van az, hogy nagyon sokan nehezen találnak maguknak partnert, és hogy ennek van-e valamiféle lelki oka azon túl, mint amit így könnyedén lehet hallani, hogy hát mostanára minden eldobhatóvá vált, de ennek talán van valami mélyebb oka is és azt gondolom, hogy ezt nagyon szuper lesz, hogyha át tudjuk beszélni, méghozzá az azért is, mert nagyon kevés olyan videó van, ahol mélyrehatóan tudunk ezzel a témával foglalkozni. Szakemberek ezt egymás között értik, de a laikusok sajnos nem találkoznak ennek a mélyebb lélektanával. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas beszélgető téma lesz szerintem. Várom. Akkor csapjunk is bele a, 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 témába. Így Előjáróban a sématerápiát, hogyha valaki nem ismeri, egy pár gondolatot személy szerint, hogy miért szeretem nagyon. Nagyon sokfajta terápiás módszer van, amivel beszélnek az emberek, illetve amit a pszichológusok ismernek, tehát léteznek ugye a Freudiánus megszokott módszerek, hogy elképzeljük, hogy a kanapén valaki beszél, szabad asszociációkat mond. Ott van például a kognitív viselkedés terápia, és ott van például a rengeteg másfajta, például az áttételfókuszú pszichoterápia. Most laikusként ezeket nem is kell feltétlenül ismerni, ami viszont igazán érdekes az az, hogy vannak összehasonlító vizsgálatok a különböző problémáknak a megoldására, akár az ilyen kapcsolati nehézségeknek a meggyógyítására, a leghatékonyabb módszerek, és ezeknek a kutató összehasonlító vizsgálatoknak az eredményeként általában a sématerápia szokott a leghatékonyabban kirajzolódni. És tűnne azért is egy nagyon-nagyon jó szakembere a téma, mert a doktori disszertációs a kötődésről írta, hogyha jól olvastam. Így van. van. esetleg valami, mit a sématerápiával kapcsolatban érdemes még a hallgatóságnak van tudni, aki először hall a sématerápia fogalmáról? Személyes tapasztalatokkal kezdeném, és hogy én is hogyan szeretem bele a sématerápiába. A sématerápia előtt kognitív behavioral terapeutaként dolgoztam, és pont ezokban a nehézségekbe ütköztem, mint ami Jeffrey Young is a, akár a sématerápia könyvében említ, hogy volt sok olyan eset, olyan kliensek, akikkel nem jutottunk egyik pontról a másikra, vagy azért, mert nem tudtak a terápiához kapcsolódni a terapeutához, vagy azért, mert nem voltak együttműködőek, vagy egyszerűen például nem fértek hozzá. A Gondolataikhoz, és ott egy óriási áttörés volt számomra is a sématerápia. A középpontjában a sématerápiának ott van a kötődés a terapeutához is, illetve a korai kötődését is a, a klienseknek vizsgálja, hiszen az feltételezi a sématerápia, hogy a gyerekkori tapasztalásaink, hogy ott hogyan voltak kielégülve bizonyos szükségleteink, mint például a kötődés, az hogyan formálja a személyiségünket, milyen úgynevezett sémákat alakít ki az emberben, ami keresztül utána látja a világot önmagát, a másikat, és ugye itt kapcsolnám vissza majd a párválasztást, hogy ugye ezek a sémák vajon hogyan nehezíthetik meg a, a párválasztást. Egy jó barátom fogalmazott úgy, hogy amikor az ember sokat olvas, akkor nagyon sokszor van az, hogy mondjuk racionálisan már tudja, hogy mi lennének, mik lennének, a jó döntések, de az érzelmi szinten ez nem mindig ér le. És nekem ez volt a saját élményem is, hogy korábban kognitív terápiába jártam, és a gondolati szinten nagyon sok minden sikerült megváltoztatni, és nagyon-nagyon hasznos is volt. Aztán a sématerápia volt az, ami ezt az érzések szintjére is le tudta hozni, és ezeket is át tudta alakítani, ezeket a mélyebb érzéseket. Úgyhogy, ha valakinek esetleg ez a benyomása, hogy, hogy jól gondolkodik, de valahogyan az érzések szintjén Yeah. <laughs> Még feljönnek olyan korlátozó érzések, amik mondjuk a párválasztásban, párkapcsolatokban, vagy a mindennapokban akadályozhatják, akkor a sématerápiát, ezt jó szívvel tudom ajánlni saját tapasztalatodból is, saját tapasztalatomból is. Így van, én is nagyon gyakran azt tapasztalom, hogy úgy jönnek kliensek sématerápiába, hogy előtte már több terápiát esetleg kipróbáltak, és már van egy nagyon jó megértés a, akár a működésükről, a gyerekkorukról, de gyakran mondják, hogy de még mindig ugyanazokat a hibákat követem el, vagy hogy még mindig ugyanúgy működök, tehát változni, nem változott semmi hiába értem és akkor itt tud belépni a sématerápia, hogy Bence is említi saját tapasztalat alapján, hogy érzelmileg is óriási változásokat tud hozni. Akkor kanyarodjunk rá a központi témákra. Nekem egy nagyon gyakori téma, amivel megkeresnek például az ügyfelek, akik általában sikeresen teljesítenek az életükre számtalan területén, hogy a kiégéssel foglalkozunk, amivel nagyon jó eredményeket tudunk akár a sématerápiának az eszközeivel is elérni de hogy mellette azért nagyon sokszor előfordul ezek a kiemelkedően sikeres férfiak és nők, azért nehezen találnak maguknak partnert, az ennek van egy racionális oka is, tehát nyilván, hogyha valaki nagyon sok mindent letett az asztal, akkor magasak az elvárás és a, a, többi személyel szemben, de aztán előbb-utóbb azért az ember rábukkan olyan személyekre, akik azért mégiscsak szimpatikusak lehetnek, de ahogyan elkezdenek egymáshoz közeledni, valahogy valami apróság, az mindig egy ilyen nagyon nagy dolognak tűnhet. És ez, ami nagyon gyakran felszokott merülni esetek ként is, meg a baráti társaságban is azért az ez elszokott hangzani néha, hogy mi van akkor, hogy oké, okay, végre itt van valaki, aki fantasztikus lehetne, akár férfi, akár nő oldaláról nézzük ezt meg, de valahogy amikor elkezdenek az emberek egymáshoz közeledni, jaj, hát ott egy anya, hogy az arc az annyira zavar engem, vagy jaj, hát nem vettél a pénztárcát, amikor fizettünk, és hogy ez mennyire szörnyű probléma, ami külső hallgatóként nagyon sokszor ilyen teljesen apróságnak tűnhet, és nem is érték az emberek. De amikor az ember ebben a cipőben van, vagy ezt átéri, teljesen mély meggyőződéssel érzi az, hogy hát lehetetlen, hogy mi együtt legyünk, hiszen nem méltó partner ezek az a hibák alapján. És ugye ezen a képzésen is beszéltünk, a sématerápiás képzésen is ezekről a, a, problémákról. Tűnne, hogyan tudná ezt először is megközíteni? Miben tud segíteni egy terapeuta ilyenkor? Hát, hát azt gondolom, hogy a legizgalmasabb kérdés az, hogy valóban nem találta meg még az az illető az igazit, és hogy akkor addig kell keresni, amíg lesz egy olyan valaki, amiben se idegesít, hogy nem tudom, hogy ott van egy anyajegy, vagy pedig másról van szó, hogy önmagunkban kell keresni a választ, hogy valami, valamilyen működés módja ennek az illetőnek, aki így érez, megakadályozza azt, hogy egy biztonságos kötődés ugye kialakuljon. Mert azt gondolom, hogy ez egy kulcs dolog, mint mondott a Bence, hogy az szokott történni, hogy amikor már erősödne a kapcsolódás, az intimitás, a kötődés, akkor szokott ez a dinamika bekapcsolni, hogy észreveszi azokat a hibákat az illető, hogy akkor hirtelen már nem is tetszik annyira, és ez, ez kulcsfontosságú lesz, hogyha meg akarjuk vizsgálni, hogy milyen működés, milyen mintázat van emögött. Ez nagyon tetszik nekem ez a gondolat, és abszolút ezek szoktak így felmerülni. Na hát mondjuk mi lehet a mögött? Tehát mondjuk oké, az emberek mondjuk sorozatosan ezt tapasztalják, hogy először még ott van az a fajta rajongás, ami talán egyfajta leértékeledésbe is átcsap egy idő után. Oké, tehát hogy ezzel mondjuk én mondjuk elmegyek egy terapeutához, akkor ott, ott, mi történik? Tehát mit tudnak erre mondani? Hiszen miért gondolnám, miért hinném el egyáltalán az, hogy, hogy nem a nővel volt a probléma, vagy nem a férfivel volt itt a probléma, hanem, hanem bennem lehet. Tehát hogy Hát azt mondom, hogy az már nagyon jó lépés, hogyha elmegy a terapeutához valaki, és hogy ugye kíváncsi arra, hogy, hogy egyáltalán explorálja, feltérképezze, hogy miről lehet itt szó, mert nagyon gyakran ugye azt lehet tapasztalni, hogy nincs is egy ilyen rálátásuk, vagy egy ilyen kíváncsiság az emberekbe, hanem tényleg még ott tartanak, hogy csak keresni kell tovább, és megtalálom az igazit. Jó, és a másik pedig, ami nagyon fontos lesz, hogy honnan tudom, hogy miről van szó, hogy csak nem találtam meg, vagy pedig rólam szól, hogy van -e egy visszatérő mintázat, jó? hogyha esetleg egyszer fordul elő, vagy mondjuk kétszer, hogy mégsem tetszik annyira az a, az a férfi vagy az a nő, akkor még azt mondom, hogy oké, okay, akkor nézzük, hogy mi történik azután. De hogyha már kialakul egy olyan mintázat, ami általában ugye frusztrálja is, mint ahogy Bence is mondja a baráti társaságban is a, az embereket, hogy megint ez történt, ő se lesz az igazi, akkor már azt szoktuk mondani, hogy az a mintázat azt fogja mutatni, hogy ez őről szól, neki egy működéséről, egy úgynevezett séma módjáról, ami a sématerápiában egy, az egyik kulcsfogalom. Kitérünk hamarosan a sémamódokra is. Viszont egy picit az ördög ügyvédje leszek ebben a pillanatban, és, és hát azt mondhatom erre, hogy hát de a költészetben, ennek az egész emberi történetben nem az van mindig, hogy azt kell, akit nem kaphatok, mert hát nem ez a természetes működése az embernek. És erre azt mondom, hogy attól függ, hogy mi a cél, hogyha egy egészséges kapcsolódásra, párkapcsolatra vágyunk, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ki tudjunk lépni ebből a működésmódból, hiszen pont a művészetekben is azt látjuk, hogy nagyon gyakran a legnagyobb művészek teljesen magányosan haltak, meg nem voltak ugye biztonságos kötődések nem lett egy kielégítő párkapcsolat. Oké, okay, tegyük fel, hogy ezt most megértettük rendben van, és mondjuk még talán arra is vissza tudok gondolni, hogy lehet, hogy nem volt teljesen tökéletes ez a családi, mint amit otthon láttam, bár olyan történeteket is hallok, hogy hát annyira tökéletes volt a kapcsolata a szüleimnek, hogy ezek után hát én nagyon nehezen tudnék magamnak találni. Megismerték egymást mondjuk iskolába, óvodába, azóta együtt vannak, békésen, harmonikusan nagyon szeretik egymást a mai napig 30 év után, hát ezek után én meg itt vagyok 20 évesen, és hát nehezen találok magamnak partnert. Oké, eljövök még egy terápiába. Ezekkel például mondjuk mit lát, mi lehet a következő lépés? Tehát az nagyon fontos, hogy először is a, a, összetudjuk kötni azt, hogy ez a működésmód, ez a séma mód, amire majd, ahogy Bence mondta, kitérünk, hogy ez hogyan alakult ki, hogy a gyerekkori tapasztalások, a gyerekkori élmények, a családi millió hogyan járult hozzá, hogy egy ilyen működésmód kialakult. És egyébként én is nagyon gyakran tapasztalom, hogy a, az ilyen típusú kliensek, akiknek ez a működésmódja, hogy egy ideális családról, gyerekkori családról számolnak be, illetve legalábbis nincs semmi, olyan kirívó, mint mondjuk más olyan klienseknél, akik mondjuk nagyon traumatizálva voltak, vagy abuzálva voltak, ezért nincs rálátásuk, hogy mi lehetett az a deficit a szülők viszonyulásában, ami ahhoz vezetett hozzá, hogy kialakuljon egy ilyen, hát akkor mondjuk, hogy ezt hívhatjuk mondjuk egy önfelnagyító módnak, egy grandiózus szelfnek, ugye más irodalmakba, amikor van egy olyan része az embernek, amikor őszintén úgy éli meg, hogy neki a legjobb jár, és ugye ez vetítődik ki a pár kapcsolatban is, hogy egy idő után senki nem elég jó. Jó, tehát összefoglalva az első lépés az lenne, hogy fel kell térképeznünk, hogy mi voltak, mik voltak azok a deficitek, ki nem elégített szükségletek a sématerápia nyelvezetében, ami ott a gyerekkorban történt, és ez hogyan vezethetett ahhoz, hogy kialakuljon egy ilyen működésmód. Akkor itt most meg is ragadnám a lehetőséget, hogy kiderjünk ezekre a szükségletekre, hiszen nagyon sokszor a klienseknél azt tapasztalom, hogy hát adtak enni, volt ruhám, meg volt a fizikai biztonság, elvittek az iskolába, tehát mi kell lehetett volna Ég, hát nincs jogom elégedetlenkedni ilyen tekintetben, és nagyon sokszor az embereknek nincs is meg az, hogy mi az, ami hiányozhatott. Úgyhogy egy pár szót beszéljünk ezekről, és hogy milyen igények lehettek itt még. És nagyon jól mondja Bence, hogy pont ezért a pszichoedukáció is ugye nagyon fontos lesz a terápiában, hiszen valóban, ahogy mondtuk, ezek a kliensek nem voltak, nem tudom, bántalmazva, kielégítették a fizikai szükségleteiket, viszont nagyon fontosak az érzelmi szükségletek is. És a sématerápiában öt érzelmi szükségletet különböztetünk meg. És ebből az első, hogyha a fejlődés lélektanilag is nézzük, pont a kötődés, ugye, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, akkor az első érzelmi szükséglet, hogy a gondozójához, a mamához, az anyához ki tudjon alakítani egy biztonságos kötődést, hiszen az szolgálja a túlélését, illetve az, az lesz a az alapja ugye, a kapcsolati mintáinak, ahogy ott kötődött gyermekkorban. És hogy az ilyen típusú klienseknél, akiknek ez a önfelnagyító működésmódjuk van, ott van egy olyan sérülés, hogy valóban kielégítik a fizikai szükségleteiket a szülők viszont nincs egy olyan őszinte ráhangolódás a gyerekre, egy olyan érdeklődés, és nagyon gyakran hiányzik a visszatükrözése az érzelmeknek, a, az empátia a gyerek felé. Tehát úgy felszínesen minden oké, okay, viszont nincs az a, az, a, az a melegség, az a intimitás, ami nagyon fontos lenne a gyermek számára. Tehát egy kicsit ilyen ridegtartásnak lehetne elszívni. Ami nagyon fontos szerintem hallgatóként, hogy nagyon sokszor, hogyha ez volt az élmény, akkor ezt adjuk a normálisnak, fel se tűnik, hogy mi az, ami hiányzik tudunk mondani egy példát esetleg a visszatükrözés, mert szakemberként nekem nagyon sokat segített, amikor ezt megtanultuk, viszont nem biztos, hogy mindenki érti ezt, hogy mit jelent ez a kifejezés. Igen, és, és nagyon jól mondja, hiszen tényleg valóban, hogyha az ember nem abban nőtt fel, akkor azt se tudja, hogy mi az, ami hiányzott neki. Ugye nincs kontextusa erről, és, és hogy ezért megint a, a pszichoedukáció nagyon fontos lesz, hogy rávilágítsunk, hogy ott mi hiányoztak. Jó, és a visszatükrözés, illetve amiket ott felsoroltam te ennél a szükségletnél, ugye azt jelenti, hogy a, szülőnek az egyik feladata az, hogy ahogy ráhangolódik a gyerekre, visszatükröző az érzelmi állapotait, ugye, hogy most milyen érzelmeket él át a gyerek, és segít neki azokat az állapotokat stabilizálni. Ugye ezt hívjuk az érzelmi regulációnak, így fog kialakulni a gyermekben az érzelmi reguláció, és hogyha ez nincs meg, akkor, akkor ez egy óriási szégyenérzetet ki tud alakítani. Tehát az tévhit, hogy csak akkor alakul ki egy szégyen, vagy a sématerápiában ez a csökkent szégyen séma, hogyha valakit állandóan mondjuk kritizálnak vagy megszégyenítenek, ennek a tükrözésnek a hiánya is ugyanígy egy szégyenérzetben tud lecsapódni. Tehát, hogyha mondjuk a, a gyermek mondjuk szomorú, akkor ezt a szülők észreveszik, és azt mondják, hogy látom, hogy szomorú vagy mi történhet, -e, tehát megpróbálják megérteni. Pontosan, pontosan. És mondjuk egy nem ideális esetben azt mondják, hogy ne legyen szomorú, legyen már vidám, hát csak gyerek, vagy semmi más dolgod nincsen, ott a tanulás, azzal kell foglalkozni, és így tovább. Pontosan, és ezt hívjuk invalidálásnak, ugye, hogy érvénytelenítik a gyereknek az érzései, tehát nem ráhangolódnak, törődnek vele, visszatükrözik, hanem valahogy érvénytelenítik, hogy semmi okod arra, hogy szomorú legyél, hiszen mindent megkapsz, ugye, hogy most nem tudom, kaptad meg azt az új játékot. Jó, tehát, hogy, és akkor így nem, nem alakul ki, az a egészséges önértékelés, vagy önbizalom, aminek ki kellene alakulni ez a visszatükröződések kapcsán, hogy akkor én tudom, hogy azok az érzéseim validak, hogy most miért vagyok szomorú, illetve hogy tudok is vele majd valamit kezdeni. És ilyenkor, ami nagyon gyakori, amit észre szoktam venni ügyfeleknél, hogy az szokott kialakulni, hogy el, meg, egy ilyen fal épül fel, és akkor nem találkoznak ezek az érzésekkel. Sőt, amikor ezek egyáltalán szóba kerülnek, akkor dühösek lesznek a kliensek, és azon gondolkodnak, hogy egyáltalán, hát miért azt akarod, hogy elkényeztessenek engem vennek? Hát miért lenne az jobb, hogyha most így mindent megadtak volna, akkor biztos, hogy nem lennék ilyen alázatos, szerény, meg nem tudom. Tehát, hogy így felmerülnek ezek a, a dolgok, akkor biztos egész nap a, a fenekemet, vagy akár nem tévét néznék, hogyha minden megdicsértek volna rögtön. Tehát, ugye ez megint csak egy szélsőség. Így van. Így van. Így van. És az itt a, a fal az megint egy nagyon jó szó, hiszen pont az lesz a jellemző, hogy ahogy egyre több idő eltelik a gyerekkor óta, hogy nagyon nehéz már kapcsolódniuk ezeknek a klienseknek azzal a kisfiúval vagy kislányjal, akik voltak, hiszen ott rengeteg fájdalmas érzés megjelenhetett, ugye, Így a, amit, amiket előbb említettünk itt a szülői viszonyulás kapcsán, és hogy ezért próbálnak távolítani vagy távol maradni attól a kis sérülékeny részüktől, attól a kisgyerektől, akik volt tak minél inkább, és az egyik ilyen távolítás lesz ez a önfelnagyítás, hogyha megint a párkapcsolatokhoz vissza akarjuk csatolni, ami megjelenik így a párkapcsolati dinamikákban. Amit még észrevettem, az is van, hogy amikor a gyermek egy olyan helyzetbe kerül, ahol azt látja a szülőkön, hogy komoly problémáik vannak, és azt érzi, hogy nem akarja terhelni a szülőket, vagy hogy ő megpróbál valahogyan segíteni. És nagyon sokszor azt látom, hogy akkor alakul ki ez a fajta nagyon erős maximalizmus, vagy tökéletességre törekvés, vagy ez a fajta belső szégyen, amikor a gyermek úgy érzi, hogy nem tudta megoldani a szülőknek a problémát, ami nem is lett volna valójában dolga, de valahogyan kialakul ez, még akkor is, hogyha a szülők látszólag mindenben támogatták és kedvesek voltak vele. Uh -huh. Igen, tehát hogyha a gyereken van egy ilyen plusz teher, ugye ez a parentifikáció, hogy akkor egy olyan szerepbe rakják, hogy ott neki helyt kellene állni, de ugye nem ez a feladata, hiszen csak egy gyerek, akkor valóban ez nagyon kedvez annak, hogy ezek a könyörtelen mércék ki tudnak alakulni, illetve azt gondolom, hogy egy önfeláldozás is, hogy ugye fel kell adni a saját szükségleteit, és a szülő szükségleteire kell neki reagálni, vagy azokat kielégíteni, holott ugye ennek pont fordítva kellene lenni. Picit a gyerekkori eredetnél emeljük ki azt is, hogy hogy azon kívül, hogy nincs ez a, a, nincs a validálás, nincsen a visszatükrözés, az is nagyon fontos, hogy a szülő ö, általában ö, ö, hogy is mondjam, hogy, tehát feltételhez köti a szeretetét. Hogyha a gyermek jól teljesít, hogyha a gyerek jó színben tünteti fel a szülőt, tehát van egy ilyen külsőségekre való fokozott figyelem a szülő részéről, hogy akkor sokkal több figyelmet, sokkal több ö, szeretetet kap a gyerek, és ugye erre tanul rá a gyerek, hogy hogy neki valamilyennek lennie kell, különlegesnek, magasan teljesítőnek ahhoz, hogy elfogadható legyen, hogy szerethető legyen. Épp ez jutott eszembe az előbb nekem is, hogy, hogy sokszor az is a szülnek egy szükséglete, hogy ő büszke lehessen a gyermekére, és ez nagyon sokszor felülírja azt a szükségletet, hogy egyébként ők kapcsolódjanak valóságban egymással. Van, pontosan. És ugye Bánki György fogalmazott el úgy az ő könyvében, hogy a diszfunkcionális család, hogy látszólag minden rendben van, de valójában a az érzések azok hiányozni szoktak. Ugye ennek van is egy ilyen szaknyelvi kifejezés, az érzelmi depriváció, és ugye azt szoktuk ilyenkor mondani, hogy ez olyan, mint a halaknak a víz az akvárium hogy nem veszik észre, hogy körülöttük van, mert hogy annyira megszokták ezt. Így van, így van. Akkor térjünk rá a séma módokra. Ugye beszéltünk már érintőlegesen az önfelnyitó módról, meg erről a fajta távolságról mit jelent ez, hogy séma mód? Nagyon jó kérdés. A, a séma módok azok a személyiségnek úgymond bizonyos részei, amik egy adott pillanatban aktuálisan megjelennek, aktiválódnak. Ezek lehetnek érzelmi állapotok, például amikor, nem tudom, nagyon dühös az ember, vagy sérülékeny, lehetnek gondolatok, kogníciók, üzenetek, amiket szintén a gyerekkorból hozunk mondjuk, amikor az ember önmagával szemben kritikus, és akkor azt mondja, hogy jaj, mintha apám hangját hallanám, hogy milyen szerencsétlen vagyok, illetve lehetnek bizonyos viselkedések, ahogy például, nem tudom, amikor túlzottan behódoló valaki, és nem tud asszertív lenni. Jó, és a, ez, a, amire utaltunk már a párkapcsolatok kapcsán, ez is egy ilyen én állapot, vagy a személyiségnek egy ilyen része, ami aktuális ö, pillanatban aktív, például ezek szerint a párkapcsolatok, vagy a párválasztás során, de hogy ezt nagyon fontos hangsúlyozni, és szerintem ezt majd fejtsük ki egy kicsit bővebben, hogy ez nem az egész személy, ez csak egy része, és itt majd, hogyha a terápiás kezelésről is beszélünk, majd itt erre vissza szeretnék utalni, hogy ez azért lesz nagyon fontos, hogy akkor nem kell így demonizálni, hogy ilyen démon ez a önfelnagyító mód, ahogy megjelenik, hanem hogy ez csak egy működésmód, és amellett rengeteg más része, állapota van a mindenkinek, illetve azoknak is, akikről most konkrétan beszélünk, hogy a párkapcsolatban ilyen nehézségeik vannak, vagy párválasztásnál. Amikor mindennapi emberekkel beszélgetünk ezekről a témákról, akkor néha úgy fogalmazzák meg ezt, hogy rendben van, nekem olyan, hogy picit több személyiségem lenne. Tehát, hogyha valaki azt észreveheti akár magában, hogy néha picit ilyen gyermekinek érzi magát, néha, néha pedig ilyen teljesen egészséges felnőttnek, tehát néha ilyen vannak ezek a változások bennünk, és néha olyan, mint hogyha más szereplők lennénk egy filmben, és szerintem így könnyebb megérteni talán egy fokkal ezt. Pontosan. Pontosan, vagy amikor azt mondja mondjuk valaki, hogy amikor a főnökömmel találom szembe magam, ugyanaz a kisfiú leszek, hogy rettegek, és nem merek kiállni magamért, mint amit mondjuk akkor éreztem, mikor apámmal voltam. Jó, és ez de nem minden pillanatban érez így, hanem ahogy Bence is mondta, hogy ez az egyik ilyen személyiség része, és hogy, hogy különböző ilyen részeink vannak. Szerintem, hogy pár szóban vezessük hogy hogyan tudjuk ezeket a részeket így csoportosítani. Mert ugye a képzésen tanulhatunk több tucatról ezek közül, tehát hogy a hallgatóság szemmel szerintem most az sok is lenne, hogy ezeket mind megbeszélnénk, így milyen csoportok vannak ebben. Jó, most nagyon leegyszerűsítve fogom mondani, három fő nagy, hát pontosabban négyet különböztetünk meg. Van az a csoport, amit úgy lehetne hívni, hogy amikor a érzések nagyon aktívak, ezek amikor az alap alapérzelmi állapotainkba vagyunk, és ezek univerzálisak, ami azt jelenti, hogy ezek a módok, ezek a részek mindenkinél megvannak. Jó, amikor például sérülékenynek érezzük magunkat, akkor ilyen, amikor egy dühös módba vagyunk, de akár egy egy boldog, önfelett mód is. Jó, tehát ezek lesznek a, az érzelmi sémamódok vagy én részek. Aztán a másik nagy csoport, a következő azok a gondolatok, amikor az egy ilyen belső hangot hallunk, aminek általában a tartalma az, amiket gyerekkorban hallottunk, vagy ahogy viszonyultak hozzánk, és beépült, és most saját magunkhoz is úgy viszonyulunk. Ugye ez lehet mondjuk egy kritikus hang, hogy az ember szidalmazza magát, hogy már megint milyen idióta voltam, lehet egy ilyen túlkövetelő hang, hogy még jobb partner kell lenne még jobban kellene teljesíteni, de ezek a, a gondolatok, a kogníciók, és a harmadik nagy csoport, az pedig úgy lehetne leegyszerűsíteni, hogy amikor viselkedések, viselkedéses állapotok jelennek meg a jelen pillanatban, azok a séma módok lesznek a diszfunkcionális megküzdési módok, azért is viselkedések, és itt tipikusan viselkedések vannak, tehát az érzelmeknek kevésbé van szerepe, mert azok jobban lehasítódnak, és valamilyen diszfunkcionális viselkedéssel próbál megküszöni az ember az ellen, hogy ne élj át azokat a fájdalmait, amiket gyerekkorból hordozunk. Ezt akkor egy picit így leegyszerűsítve, ugye vannak ezek az érzelmi csomagok, amik mindegyik jelen van mindenkinél, tehát lehet ez a felszabadultság, ez a dühös, ez a sérülékenység, ezek ott vannak akkor ott vannak ezek a gondolati sémamódok, amiről beszéltünk, ott lehet többek között ez a belső ilyen követelőző rész, hogy, hogy, hogyan, hogy, miért nem tudtam még sokkal több feladat elvégezni ma, miért nem tudtam jobb partnert készít, találni, miért nem, van, miért nem váltam még én jobb partneri esetleg, hogy nézek ki, hogy lehetnék még, nem tudom, szebb, jobb, miért ilyen az arcom, miért az orrom, miért nem vagyok kizmosabb, stb. ezeket még hozhatnánk. És akkor van a viselkedés, hogy ezzel mit kezdek. És akkor ez a viselkedés például lehet az, hogy valaki mondjuk többet jár konditerembe, vagy egyáltalán nem is jár társaságba, vagy éppen nagyon sokat dolgozik, vagy az egyáltalán nem dolgozik, és így lustálkodik napközben, ez meg a viselkedéses csoport akkor. Pontosan, tehát ha hogyha nem is jár társaságba, akkor mondjuk elkerül, illetve vannak a kompenzáló viselkedések, hogyha akkor mondjuk tökéletesre akarja formálni a testét, hogy ne élje meg azt, hogy nem elég jó. Úgyhogy így van. Ezek nagyon jó példák voltak, hogyha bármi a meg tűnnek, akkor ezeket örömmel hallgatjuk, hiszen a hallgatóságnak is nagyon hasznos lesz majd. Még példák? Szerintem igen. Ha? Jó, jó. hogyha viselkedéseknél maradunk, akkor az is egy nagyon tipikus szokott lenni, amikor úgy érzi valaki, hogy képtelen kiállni magáért, hogy állandóan behódol, nem meri a, a dühét kifejezni, hogy ő az ő szükségletei érzései nem lennének olyan fontosak, vagy pedig egy büntetéstől való félelem miatt, hogy akkor a másik megharagszik, ha elmondom, hogy mit szeretnék, az is egy ilyen diszfunkcionális megküzdési mód. Jó, az elkerülő viselkedéses megküzdés, módoknál nagyon tipikus akár egy szituációs elkerülés, hogy mondjuk valaki egyáltalán nem megy társaságba, mert fél, hogy megszégyenül, de nagyon tipikusak azok az elkerülő módok is, amikor valamilyen addikciók, vagy valamilyen más viselkedéssel, tehát hogy mondjuk egy a drogok, szerencsejátékozás, pornónézés, azzal próbáljuk meg elkerülni a fájdalmas érzéseket, hogy ugye akár óra hosszákat naponta azzal tölt az ember, hogy videójátékozik, pornót néz, sorozatokat néz. Ez is ugye abban segít, hogy bár diszfunkcionálisan, de megküzd azzal, hogy lehasítja azokat a fájdalmas érzéseket, amik egyébként felkavarnák. Tehát amíg mondjuk én videójátékozok, addig sem kell ezekkel foglalkoznom, addig sem kell azt éreznem, hogy én nem vagyok elég jó partner, vagy nem vagyok elég jó ember, gyerek, stb. Így van. Oké, akkor ezt kössük rá, az ismerkedős példára. Tegyük fel, hogy itt vagyok, mondjuk fiatal férfiként, és azt érzem, hogy mondjuk bekapcsolok egy társkereső alkalmazást, akár a telefonomat, a tindert, hogy bármit elkezdem a lányokat nézegetni, és hát szinte senki nem elég jó, 99 lányt balra húzok, ugye nem, nem jó irányba, egyet jobbra, és mondjuk te találkozok ebből két-három lányjal, de hát nem annyira fantasztikusan szépek, mint a fényképeken, de mondjuk találkoztunk is velük, és az egyik lány közülük mondjuk még így alkalmasnak is tűnik arra, hogy ott tudjunk beszélgetni. De aztán egyszer csak az, azon kapom magam, hogy na hát most elkezdtünk már beszélgetni, mert a második, harmadik találkozó is van, elég sokat beszélgettünk, de hát kiderül, hogy hogy tegyük fel, hogy neki nincsenek nagy ambíciói, mert mondjuk ő mondjuk recepciósként kényelmes lehet ugyanni az életét, de hát én meg vezető vagyok, hát akkor legyen már egy sokkal, sokkal inkább ambiciózus, vagy éppen mondhatnám azt is, hogy hát én egy olyan partner keresek magam elé, aki mondjuk a gyerekekkel többet akar foglalkozni, pont hogy a karrierrel akar foglalkozni, hát ő, hogy, hogy, miért ennyire, miért nem elég jó hozzám, szekint, de és akkor a következtetésebb az egészből az, hogy akkor méltatlan hozzám, akkor valaki még jobbat kéne találnom, de hát ez nehéz, hiszen így is már nagyon sok időt töltöttem a társkereséssel. Ezt hogyan tudjuk ráfűzni ezekre a sémamódokra? Mi történt itt bennem? Jó kérdés, nagyon jó. Ez a, ez a sémamód egy túlkompenzáló sémamód lesz, amit úgy fogunk hívni, hogy önfelnagyító, vagy egy feljogosított, grandiózus sémamód, aminek megint ilyen nagyon leegyszerűsítve az a lényege, hogy van egy ilyen felnagyított önértékeléseink képe az embernek magáról, hogy nek, akár, hogy nekem a legtökéletesebb jár, hogyha én ilyen szuper vagyok, ennyi mindent elértem, akkor a másik is minimum, hogy, hogy olyan legyen. Ami viszont nagyon tipikus, hogy hiába találna egy olyan ö, partnert, egy olyan lányt vagy férfit, aki szintén szuper, először lehet, hogy van az a megélés, ezt nagyon gyakran is szokták mondani az ilyen ö, kliensek, hogy végre megtaláltam az igazit. De ugye amikor el ez ötödször mondja, akkor már látjuk, hogy az egy mintázat, mert a tipikus dinamika az az, vagy a mintázat, hogy először ott van egy ilyen nagyon nagy beleélés, hogy megtaláltam az igazit, akár ilyen extravagáns ötletek, hogy rögtön költözzünk össze, vagy csináljuk ezt az, viszont utána elkerül hogy elkezdődik, amit Bence is említett, ez a leértékelés. Jó, itt a szociális média miatt azt gondolom, hogy ez most felgyorsult, sokkal gyorsabb, mint régen volt, ugye gyakor több randi után derül csak ki esetleg, hogy nem elég jó hozzám az a lány vagy az a fiú. Most azt gondolom, hogy a tinderrel meg mindennel, hogy csak itt húzogatunk, ez sokkal inkább felgyorsul, de hogy az a lényeg, hogy a mintázatnak ez a második lépése, hogy elkerülhetetlen, hogy ez a leértékelés megtörténik. És, és, ez lesz nekünk nagyon izgalmas, azt gondolom, hogy miért történ, miért elkerülhetetlen, miért történik meg ez a leértékelés. Nem tudom, hogy Bencének van -e esetleg valami ötlete, vagy a baráti körbenre sikerült-e már valamire ránézni, rálátni, hogy mi történhet ilyenkor. Még egy rövid gondolatot ide fűznék ehhez, mert szerintem az is érdekes lehet, hogy nagyon sokszor azok a személyek, akik ezt a fajta fel nagyítás, majd leértékelést megélik. Általában ritkán tapasztalják meg az egyenrangú kapcsolatokat, és nagyon sokszor pont ezért van az, hogy magányosnak érzik magukat, hogy nagyon sokszor másoknál jobbnak látják magukat, vagy azt látják, hogy sokkal inkább alárendelik magukat másoknak, és ez ugye az a hátránya, hogy hosszú van az ember magányosnak tapasztalja meg magát. Visszatérve az a kérdéshez talán, hogy akkor, hogy ez miért is lehet, meg hogyan lehet, valószínűleg ez szintén egy ilyen lehet az intimitásnak, tehát azt gondolom, hogy ez, ez egy fontos folyamat lehet, és nagyon sokszor ez fontos tisztázni, hogy ez ösztönösen Történik. Tehát nem azért van, mert az ember azt akarja, hogy na most a másiknak fájdalmat okoznom, vagy most saját magát akarja vágni a másiktól, hanem valamiért ez megóvja egyfajta lehetséges fájdalomtól, amire majd biztosan lehetünk hamarosan. Így van, és megint nagyon fontos kult szavakat mondott Bence, az egyik a magány is nagyon fontos lesz, mert mindjárt visszautalok rá, a másik pedig én is azt gondolom, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez nem valami rossz indulatból, vagy hogy ilyen ördöktől valók ezek az emberek, akik így működnek a párválasztásban, azért csinálják, hanem hogy ott van mögötte egy óriási félelem az intimitástól, és hogy ő, itt jön be megint a gyermekkori eredet, amiről beszéltünk, hogy hiszen amikor elkezdene a kötődés kialakulni és egy valós intimitás megjelenni, ugye, ahogy egy kapcsolat fejlődik, akkor, ö, akkor kapcsolatba lépnek azzal a részükkel, azzal a kisgyerekkel, akinek ugye az intimitás veszélyes volt, hiszen nem úgy viszonyultak hozzá a szülők, ami számára jó lett volna, és hogy akkor bekapcsol az a félelem, újra éli azokat a rossz érzéseket, és ez az egyik oka, hogy akkor megtörténik a bar partnerek a leértékelése, illetve ő magának érzelmileg eltávolítása a partnertől, hogy ne kelljen újra azokat a korai élményeket átélni. Tehát, hogyha valakivel benne van a pakli van annak a lehetőség, hogy egy tényleges kapcsolat kialakuljon, akkor ösztönösen valahogy megpróbál kezded elmenekülni, mert attól félek valahol belül, hogy hasonló fájdalmakat élek meg mind gyerekként. Ugyanakkor, ami szerintem nagyon fontos még hozzátenni, hogy a legtöbb embernél, akin ezt észrevettem, de nem tudatos, hogy félnek ettől a gyermekkori élménytől hanem addig el jutnak, hanem csak az ösztönös felszínes viselkedés marad meg, és ugye magától értetődnek kérik meg az emberek, hogy hát ez nyilván nem miattam van, hanem azért, mert a másik ilyen vagy amolyan. Így van, és itt lesz megint nagyon nagy jelentősége a terápiának, hiszen amíg az önfelnagyító módban vannak, ugye mondtuk, hogy ez egy megküzdési mód, addig, ahogy Bence is mondja, nincs rálátásuk, hanem tényleg úgy éli meg az ember, hogy ó, hát nem volt hozzám elég jó, folytatom a keresést, bármennyire is frusztráló, de hogyha a terápia során rá tudnak látni, rá tudnak ismerni, hogy valójában nem mögött ott vannak azok a korai élmények, és az a félelem az intimitástól, akkor már sokkal előrébb vagyunk. Oké. Okay. Hogyan tudjuk ezt megkülönböztetni a, a reális elvárásoktól? Hiszen ugye az ember, hogyha mondjuk egy családalapításban gondolkozik, azért mégis ez egy hosszú távú döntés, azért mégsem biztos, hogy akárkivel érdemes mondjuk, hiszen hiszen azért egy gyereknek az élete, és benne mondjuk a több gyereknek az élete. Hol van az a határ, hogy oké, okay, itt van mondjuk egy, mondjuk egy keresett férfi, vagy keresett nő, de hogy akkor ezzel kapcsolatban rendben van, tehát ez egy természetes folyamat, hogy szeretne magának egy jó társat választani, de hogy hol van az, amikor már azt mondjuk, hogy ez, ez nem, nem egy oké okay történet, hol van azokra azt mondjuk, hogy bekapcsolt az önfelé a motorját, hogy nem ezt nyakon csípni egyáltalán. Nagyon jó kérdés. Mindig azt szoktam mondani a klienseimnek, hogy azt figyeljék, hogy mennyire intenzív az érzelmi reakció abban a pillanatban, mert amikor egy séma aktiválódás van, tehát amikor nem csak arról van szó, hogy jogos szükségletem, hogy mondjuk ha ő nem tudom, nem akar gyerekeket én meg, igen, akkor az tényleg nem lesz egy jó házasság, hogyha nagyon intenzíven reagálunk, vagy nagyon fekete-fehéren, hogy mondjuk ha nem tudom, nem nyitotta ki nekem az étterem ajtaját, akkor ez már tuti nem lesz jó, akkor az által egy diszfunkcionális működést mutat. Jó, mert hogyha nem arról van szó, akkor lehet, hogy azt gondolom, hogy hát ez nem tetszik, hogy annyira nem figyelmes, viszont rengeteg más szükségletemet ki tudja elégíteni, hogy közben meg nem tudom, szeret, ilyen vagy olyan, de amikor nagyon intenzív a reakció, a mögött mindig van egy diszfunkcionalitás. Illetve amit még szerintem megint csak árnyalhatja a képet, az az, hogy ott van az, az a fajta eltávolodottság néha. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy nem érzek semmit, tehát hogy egyszerűen ez egy logikus következtetés, hogy ez történik. Tehát, hogy az sem a normális működés alapvetően, nem, nem az az egészséges, hogy egy, egy kapcsolódási formában az ember semmit nem érez, hanem csak így közömbösen érzi magát folyamatosan, hanem azért egészséges, hogyha az emberben vannak akár pozitív, akár negatív érzések. Pontosan, és, és, ez nagyon fontos, hogyha az ember az érzelmeivel kapcsolatban van, akkor a kapcsolat, vagy a, 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 a érzelmek irányítanak minket. Ugye az érzés mondja, mutatja meg, hogy hú, hát ez most tényleg nem tetszik, vagy ezzel kapcsolatban mit érzek, mik a preferenciáim, de hogyha az -e van hasítva, akkor nincs egy iránymutatás ugye, akkor, akkor, ezekből az eltávolodott megküzdési módokból próbálunk valahogy navigálni, és hogy, hogy, azok nincs, akkor a, valós szükségleteink le vannak hasítva. Amit még itt észrevettem, hogy, hogy lehet, hogy az érzésekből nehezen tudnak dönteni, és egyébként az érdekes, mert nem csak a párválasztásnál, hanem sokszor a pályaválasztásnál is észrevehető ez, hogy ezért nem tudják kitenni, mivel foglalkoznak, mert hogy nem találkoznak a saját érzéseivel, aztán a sima hatására, hogy az is megszületik szépen fokozatosan, hogy, hogy ők őszintén mit szeretnének. Viszont uh, ilyenkor, ami az egésznek egy alternatívája lehet, ami nem egy ideális forgatókönyv, de mégis egy alternatíva, hogy racionálisan az emberek megnézik, hogy nem tudom akkor mondjuk mondjuk, hogyha egy férfit nézzünk, hogy neki akkor mennyi pénze van, milyen magas, nem tudom, hogy akkor neki kék szeme van, vagy barna szeme van, én ezt akarom, am azt akarom, és akkor egy ilyen cseklista szerűen az emberik pipágatja ki, és ez alapján hozza meg a döntéseket, és nem annyira arra figyel, hogy hogy valójában hogy érzi magát ezzel az emberrel. Tehát, hogy amikor erről beszélünk, hogy cseklistába gondolkodik valaki, akkor ez is egy ilyen elkerülő vagy elhárító mód. Ha a, a checklistán ki tudja pipálni, amik szerint neki kritériumok, akkor azt gondolja, hogy ez egy kielégítő párkapcsolat lehet, de hogy, hogy ugye ez nem így működik. Igen, és ugye azt is talán itt érdemes tisztázni, hogy, hogy a checklistán azért tehát lehet egy reális uh, történet, például mondjuk az ember azt szeretné, hogy mondjuk ne ordibáljanak fel, vagy ne verjék, ez lehet mondjuk egy, egy valós kritérium, de az, hogy most éppen neki 46-os vagy 43-as lába van, az meg már tegyük fel, hogy ez megint csak egy ilyen elkerülősi stratégia inkább. Azzal semmi gond nincs, sőt, az nagyon egészséges, hogyha az ember tisztában van a saját szükségleteivel, a saját preferenciáival, hogy mit szeretne egy párkapcsolatban pláne, hogyha hosszú távra tervez. Az egy egészséges működés. De a cseklistás működés az ugye távol tartja ezektől a saját őszinte szükségleteitől, és nagyon külsőséges szokott lenni, vagy ott van már a érzés, hogy mert nekem jár, hogy mondjuk nem tudom, modell legyen az a férfi vagy az. A ő. Ugye, tehát, hogy ott, ott nem annyira a saját szükségletekre reagál, hanem inkább ebből az önfelnagyító feljogosított módból jön, hogy én mit éreznék úgy, hogy jól reflektál rám, hiszen az önfelnagyító mód mögött a, a, az alapfélelmek vagy az alapsémák, az egyik ugye a szégyen, a másik pedig a magány, az érzelmi depriváció, amit említettünk. Ha beleképzelem magam egy olyan kliensnek a, a helyébe, aki akiben aktívan dolgoznak ezek a módok, akkor felmerülhet az, hogy de miért hát nem jár nekem? Tehát, hogy tegyük fel, hogy mondjuk én is látom, hogy mondjuk nem tudom, hogy egy vonzó nő vagyok, akkor egy vonzó nő vagyok, hát akkor persze, hogy jár nekem, hogy egy vagyonos, magas, jóképű, ilyen és olyan, ilyen autóval rendelkező, előzékeny, őszinte és ilyen-olyan férfit tudjak magamnak kifogni. Tehát akkor ez nem jár, mert hogy, hogy ez így logikusnak tűnik belülről nézve. Úgy érti Bence, hogyha ő is sok mindent elért, illetve megvannak ezek a külső adottságok, hogy akkor az a minimum, hogy ugyanilyen párra legyen. Ugye, hogy... Igen, ez merül fel bennem, hogy, hogy igen, nagyon sokszor ez így racionálisnak tűnik belülről nézve, de hogy akkor mi ezzel a gond? A gond ezzel ugye, hogy már meg is van fogalmazva, hogy ez nekem nem jár, hogy hogy érződik rajta, hogy ez a személy akkor elismerés szeretne, hogy akkor azt szeretné, hogy csodával legyen, hiszen ő maga is annyira magas pedasztára van téve, és hogy akkor minimum egy olyan más valaki való hozzá. De hogy megint ugye hol van ebben az őszinte kapcsolódás, az intimitás, amire egyébként valójában a legjobban vágy. Na, tehát pont attól fosztja meg magát ezzel, amir akkor nekem ez nem jár, meg hogy erre fókuszál, amit legbelül valójában a leginkább szeretne, és emiatt nem tudja soha elérni, hogy ez a cseklistás nekem mi jár kritériumokra fókuszál, és nem pedig arra, hogy milyen lehet egy őszinte kapcsolódás. Szerintem aki ebben van, és mondjuk ez volt az ő közege, hol felnevelkedett, ott ez a felszínesség, ott azért mégiscsak felmerülhet az, hogy jó, de hát mi az alternatíva? Tehát, hogyha nem ez a, az emberi kapcsolatnak a lényege, hogy akkor van bennetem valaki, aki jól néz ki, aki csodál engem, és aki, akivel mások is megtapsolnak minket, hogy milyen szép pár vagyunk. Tehát mi, a, mi, mit lehet, hát hogyan néz ki a kapcsolat ezen kívül? Így van, így van, és hogy most megint ugyanoda adunk, ki, hogy nincs is arról semmilyen kontextusa, hogy milyen lehet egy valós kapcsolat, hogyan nézhet ki, hiszen ebben nőtt fel, ezt tapasztalta, ez az egyetlen mintája. És, és, hogyan tudnánk lefesteni egy ilyen ideális kapcsolatot, vagy milyen egy ilyen egészséges emberi kapcsolódás, ami az intimitásról szól, és nem a külsőségekről? Tehát azt gondolom, hogyha megint visszatérünk az öt alapszükségletre, amit a, ugye a sématerápiában emlegetni szoktunk, vagy be van azonosítva, az nagyon fontos, hogy ezek a sőt terápiában is végig szoktuk kérdezni, hogy ezek a szükségletek kielégüljenek egy pár kapcsolatban. És hogyha ezek kielégülnek, persze vannak olyan periódusok, amikor valamelyik sérül, mert olyan élethelyzet van, de hogyha általában konzisztensen ezek kielégülnek, akkor arra azt tudjuk mondani, hogy az egy egészséges kapcsolódás. Ugye, hogyha van egy biztonságos kötődés, egy intimitás, hogyha megvan az érzelmeknek a szabad kifejezésének a lehetősége, hogy nem kell elnyomni valamilyen részét a személyiségemnek, hogy a másik akkor megharagszik, vagy kontrollálni fog, hogyha van egy, egy spontaneitás, egy játékosság benne, stb. Tehát, hogyha azt érzem, hogy nekem nem kell feltétlenül megfelelni a másik embernek, és anélkül, hogy hoznék teljesítményeket, vagy anélkül, hogy mindig tökéletesen ki lennék sminkelve, akkor is van egyfajta kapcsolódás a két ember között. Pontosan. Így van. Oké. Okay. Szerintem ez annak, aki nagyon erősen megszokta a másik működést, ez eléggé újszerű, vagy hát nem biztos, hogy, hogy érzés szintjén ott van ez, ez benne. De tegyük fel, hogy valaki ezen szeretne dolgozni, és azt mondja, hogy jó, oké, akkor én nem egy ékszert szeretnék magamra, a partnerem személyében, hanem szeretnék egy valódi emberi kapcsolatot kialakítani. Szeretnék ezen dolgozni, hogy ne az legyen, hogy mindig csak a rövid távú kapcsolódások vannak, amik nem tesznek engem boldoggá. Mi a következő lépés azon túl, hogy tudom, oké, felismertem, hogy van bennem ez az önfelnagyító dolog. Jó, hát mindenképpen ösztönözném a hallgatókat, hogy menjenek el terápiába, hiszen rengeteget tud segíteni egy szakembernek a segítsége. És az első lépés, ugye, hogy említettük, hogy először is kell, hogy legyen egy rálátásom, hogy miért alakult ki ez a működésmódom. És a második lépés az lesz a legfontosabb szakasza a változásnak, vagy a terápiának, hogy kapcsolatba kell lépni azokkal a gyerekkori élményekkel, tehát azzal a kisfiúval, kislányal, aki voltam, akinek azok a szükségletek nem elégültek ki, vagy egy olyan mint tehát kapott a, a, a szülők is így működtek, ami nem a legegészségesebb volt, és hogy segíteni azt a részünket, azt a kisfiút, azt a kislányt, aki ott lakozik bennünk, hogy átélje, hogy milyen lett volna az, hogyha kielégülnek ezek az alapszükségletek, hogy figyelnek rá, hogy visszatükrözik az érzéseit, hogy validálják, és bár ugye a múltat megváltoztatni nem tudjuk, de ezeknek a technikáknak a segítségével, akkor elkezd kialakulni egy új séma, tehát elkezd ugye arról kontextusa lenni. Érzés szinten is ugye megjelennek azok az érzelmi magok, hogy az milyen érzés, ha szeretve vagyok, ha figyelve vannak, figyelve van rám. És ilyenkor természetesen, hogy az embernek lesz el egy mintája, ő is sokkal jobb partneré tud válni ilyen téren, is sokkal érzem meg gazdagabbá tud válni. Szeretnék ebben majd még részletesebben belemenni, de előtte egy pár szót még arra, hogy oké, okay, de ez a, ez a fölfele-lefele gondolkodásnak még milyen hátrányai lehetnek, hiszen ugye aki magán nyakon csípi ezt az önfelújtó módot, azért lehet egyfajta ragaszkodás még benne, hogy jó, de hát ezeknek van, egy, van valamiféle előnye, tehát azért mégiscsak mennyi mindenhez vittem az életben. Hát milyen hátrányi lehetnek még ennek többek között, a magányon túl akár még? Én azt szoktam mondani, hogy a, ami a, az előnye, tehát azt nem kell elvenni, mert valóban e, nagyon gyakran ettől ambiciózus valaki sok mindent elér, tehát az a része, amíg egészséges korlátok között van, ugye mindig a mértéken lesz a hangsúly, hogy mennyire intenzíven, extrémen jelenik meg egy mód, addig azt gondolom, hogy segíthet, vagy addig oké okay lehet. Ahonnan viszont diszfunkcionális, hogyha megerősíti azokat az alapélményeket, mint megint, mint gyerekkorban, tudom, hogy közszeljes, de mindig a gyerekkorra térünk vissza, amikor kialakult ez a, a működésmód, és ugye ahogy Bence is mondta, hogy nagyon gyakran ezek az emberek egyre magányosabbnak élik meg magukat, mert úgy érzik, hogy senki nem elég jó ahhoz, hogy a társuk legyen, vagy akár hogy együtt dolgozzanak, senki nem olyan tehetséges. Tehát pont ezokat a korai sérüléseket erősíti meg, az az legnagyobb nagyobb ö, hátránya, mint amit, ö, a, a, mint, aminek az ellenkezőire, ugye nagyon vágyna pedig az intimitásra, és hogy pont ezeket nem tudja megkapni az ember elkezdi magát feltérképezni, akár le is megyek egy terápiás folyamatba, és mondjuk ott észreveszem azt, hogy milyen az, amikor valaki ténylegesen empátiába fordul felém, aki visszatükrözi az érzéseimet. Idegen lesz először ez, ugye? Mert nincs róla kontextus. Igen, ez, ez egy újszerű élmény lesz, és aztán, de tegyük fel, hogy szépen fokozatosan ezt sikerül beengedni, és sikerül rálátnom erre a mintázatra, ami bennem dolgozik, hogy itt igazából a gyógyuláshoz, most megint csak a hallgatóknak a kérdését teszem fel, a gyógyuláshoz bőven elég annyi, hogy akkor valaki egyszer, akkor kvázi kedves vele, meg odafigyel rám, és akkor innentől kezdve akkor nem fog rossz partnereket választani, vagy elég jó lesz nekem valaki, vagy hogy van itt még valami, ami segíthet abban, hogy ez előre tudjon mozdulni tehát az nagyon fontos, hogyha már a terapeutával ki tud alakulni egy, egy jó kötődés, és hogy a terapeuta segít ezeket akkor a korai élményeket átírni, annak óriási ható ereje van, hiszen akkor lehet, hogy életében először megtapasztalja, hogy milyen egy, egy biztonságos kötődés. De hogy ezen kívül azt gondolom, az is nagyon fontos, hogy folyamatosan konfrontálva, empatikusan konfrontálva legyen az illető ezzel a működés módjával, hiszen ez nagyon gyakran a környezet sem teszi meg, vagy azért, mert félnek, hogy akkor a, nem tudom, a megharagszik, vagy pedig azért, mert a baráti társaság is azt mondja, persze ez a lány nem elég jó hozzád, vagy ez a fiú folytas még a keresést, és ez nagyon fontos, hogy ez a diszfunkcionális működésmód folyamatosan konfrontálva legyen, hogy figyelj, ha ezt csinálod, ezek lesznek a hátrányai, azt fogod elérni, hogy tök magányos leszel a végén, és azt gondolom, hogy ez az empatikus konfrontáció a kötődés mellett az, ami a fő hatóereje lesz még a változásnak. Rendben van? Tetszik ez a módszer, tetszik ez a gondolatfonál, amit elhangzott, és ezért kipróbálnám, hogy ez tényleg tud -e nekem segíteni, kihez fordulhatok. Ilyen tekintetben. Hál' Istennek Magyarországon is egyre több jól képzett sématerapeuta van, akik az utóbbi hét évben képződtek ki, pszichológusok, pszichiáter, pszichoterapeuta szakemberek, és hozzájuk lehet nyugodtan fordulni. Az egyik az a vikote.hu, ez a magyar viselkedés kognitív és sématerápiás egyesületnek a honlapja. Ott folynak a sématerápiás képzések is, viszont ott tudnak adni egy listát, a már kiképző vagy akreditált sématerapeutákról. Tehát akkor lényegében írok egy e-mailt ennek a Nikoténak, és akkor ők elküldik azt a listát, akik ebben végzettek, és ezek után pedig, hogyha valakinél van hely, akkor, akkor tudok hozzá menni. Hát ez nagy kihívás szokott lenni, hogy általában várni kell, hogy nem mindig szokott hely lenni a, a jó szakembereknél, pláne, hogy a sématerápia egy hosszú folyamat, hogyha valaki elkezdi, akkor akár egy, másfél-két évig is terápiában tud lenni, úgyhogy igen, erre fel kell készülni, hogy nem biztos, hogy rögtön el tudunk kezdeni Járni. Nagyon jó a téma még, hogy mennyi időbe telik a változás. Nyilván mindenki egyedi. De hogy akkor itt nem arra kell számítani, hogy elmegy az ember egyszer-kétszer terápiába, hanem akár az évekig is. Pontosan, pontosan, és pont azért, mert hogy ugye pont hogy a személyiségnek a működését ezeket az én részeket próbáljuk meg megváltoztatni, ezért ez hosszabb idő, mint mondjuk olyan terápiákban, amik rövid időhatárosak, és mondjuk csak egy tünet redukció, tehát, hogy a tünetek enyhüljenek, azt próbáljuk elérni. Ugye a pszichoterápiának is vannak olyan formái, amik mondjuk akár tíz évig, vagy több tíz évig is eltarthatnak. Ezzel szemben a sématerápia így is rövidnek hat, tehát hogyha azt mondjuk, hogy valaki három évig jár, vagy akár mondjuk egy nagyon súlyos problémával öt évig jár, azért öt év, összesve 10 éve, 15 20 évvel, azért mégis rengeteg, ez sokkal gyorsabb felépülést hozhat. Nekem is van az ismeretségről, mert nem egy olyan ember, aki korábban mondjuk analízisbe járt, aztán ment és sokkal gyorsabban tudott eredményeket megtapasztalni. Ugye itt érdemes azt látni a hallgatóságnak, hogy nem csak annyi történik, hogy itt az ember beszélget valaki, aki kedves vele, hanem van egy felépített menete ezeknek a, a, terápiáknak, illetve vannak akár gyakorlatok is, amit az embernek otthon érdemes ez, ezeket megtennie. Ez nagyon fontos, tehát ez nem csak egy beszélgetés, beszélgetős terápia, hanem egy nagyon struktúrált, meg van a protokollja úgymond, hogy hogy van felépítve, illetve ami még nagyon fontos, hogy a terapeuta is nagyon aktív a séma terápiában, nem egy passzív hallgató szerep van, hanem aktívan ö, reflektál arra is, hogy benne milyen érzések keletkeznek azáltal, hogy a, a kliens éppen ö, melyik ö, módjában van, és hogy ezeket folyamatosan monitorozza, visszajelzi ezzel az empatikus konfrontációval, illetve magák a technikák is nagyon ö, gyakorlat, gyakorlatiasiak, ilyen imaginációs technikák vannak, ö, széktechnika, amit most így nehéz lenne kifejteni, de amikor az ember benne van, akkor érzi, hogy Abszolút, ugye ezek nagyon erősen az érzésekre hatnak, és az ember nem csak megérti, hanem nagyon milyen belül átérzi ezeket a, a, gyakorlatokat. És azt gondolom, hogy ezek a gyakorlatok annyira erősek, hogy nem véletlen, hogy legalább pszichológusnak kell lenni ahhoz, hogy ezeket a gyakorlatokat megtanulja és kép használhassa Magyarországon például valaki. Tehát, hogy, hogy vannak nagyon kedves és hasznos életvezetési tanácsadók, akik nem végeztek pszichológia szakot, de ezek azért tényleg olyan mélységen dolgoznak, és nagyon sokszor valódi traumákkal foglalkoznak amikhez, hogyha valaki avatatlanul ér hozzá, akkor az lehet, hogy nagyobb kárt tesz, mint. Mint Ezt mindenféleképpen javasolnám, hogy, hogy jól, tehát hogyha a Vikotének erre a holnapra keresnek rá, vagy mennek fel a hallgatók, akkor ott mindenképpen csak olyan listát kapnak, akik sématerápiában képzett szakemberek, de hogyha máshol keresgélnek, akkor nagyon fontos, hogy jól utána járjunk, hogy a pszichológusunknak mik a végzettsége, vagy hogy valóban egyáltalán pszichológus szakemberről van-e szó, hogy jó kezekbe kerüljünk, hogy, hogy mindenképpen egy pozitív élmény legyen a sématerápia. A beszélgetés végéhez közeledve az jut eszembe, hogy vannak -e esetleg inspirált eset tanulmányok, amikből... Rengeteg. <laughs> amikből lehetne hallgatóként tanulni valamit, vagy akár csak... Tudnék mesélni, akkor órákig itt ülnénk, meg ugye most már nem, több, nem tudom, 15 éve csinálom a sématerápiát, de nekem borzasztóan jó tapasztalataim vannak vele, és és ami e, a páciens oldalról is igazolja a sématerápiának a hatékonyságát, hogy azok a kliensek, akik mondjuk 10-15 éve jártak hozzám, utána lezártuk, hiszen elértük a céljainkat, pár évvel később, amikor jön egy újabb mondjuk normatív krízis, amikor e, érzékenyebbek és aktiválódnak újra, a sémák visszatérnek. És ez ugye megint a kötődésnek a fontosságát is mutatja, hogy ott volt egy annyira jó kötődés, hogy akkor visszatérnek ugyanahhoz a terapeutához. És akkor természetesen már nem kell évekig járni, hanem csak arra a problémára fókuszálunk egy-két ülés alatt, és, és nagyon szépen eredményeket lehet elérni. Viszont ezt is azért, hogyha valaki mondjuk hallgatóként ezt hallgatja, és nem, nem érzi, vagy nem tapasztalta még ennek a gyógyító hatásait, elképzelheti, hogy ja, hát akkor nekem életem végig, akkor terápiába kell Én Nem erről van szó, arról beszélünk, hogy, hogy valójában egy nagy gyógyulás történik, csak az ember annyira megtapasztalja, hogy annyira sokat segített neki, hogy időnként elképzelhető, később is még akkor, hogyha a szakembernek van erre ide, és általában azért szoktak a szakemberek időt csinálni a korábbi klienseiknek, akkor tudnak még, még találkozni, beszélni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor most itt élete végéig terápiába kell járni, hanem inkább arra próbáltam rámutatni, hogy olyan erős volt a kötődés a terapeutához is, és ugye mondtuk az interjú elején, hogy maga ez a kötődés, ez a biztonságos kötődés a terapeutához már nagyon gyógyító ereje van, pláne ugye, hogyha ez az egyik sérülés gyermekkorban, hogy később, amikor bajba kerülnek, mint ahogy egy jó szülőhöz is a gyerek ugye visszatér, vagy a tanácsát kéri még felnőttként is, ugyanúgy a terapeutához is visszatérnek, vagy térhetnek a kliensek egy-két alkalomra, és akkor már nem kell előről kezdeni, hiszen tudjuk a történetét, hanem csak arra a fókusz, arra a problémára fókuszálunk. Oké, okay, itt ha valaki tegyük fel, már elkezdett keresgélni, akár még várólistára fel is került valakinél, tud-e valamit, még te tudunk, -e, bármiféle könyvet ajánlani ezzel a témával kapcsolatban az önfenét a mód megértésére, meggyógyítására, amit már most el tud kezdeni használni? Nagyon jó könyvek vannak most már magyarul is. Az egyik könyv, amit szeretnék javasolni, Vágyi Petrának a Sémáink fogságában. Ez ugye tavaly jelent meg, és nagyon szépen érthető módon esetekkel színezve magyarázza el a, a sémákat, a szükségleteket, illetve a séma módokat is. Illetve, hogyha valaki az angol szakirodalomba is szét szeretne nézni, akkor pedig tudom javasolni Jeffrey Youngnak az egyik eredeti könyvét, ami klienseknek íródott. Ez a Reinvent Your Life, és ö, ott a módokról még nincs szó, csak a sémákról, viszont az is ö, nagyon nagy ö, aha élménnyel szokott járni a klienseknek, hiszen ott is konkrét eseteken keresztül mutatja be, hogy bizonyos sémák milyen problémákat okozhatnak, illetve már ad is ö, tanácsot arra, hogy hogyan tudjuk mi elkezdeni, hogy a változtatást a sémáinkkal kapcsolatban. Illetve ez az utóbbi könyv ez magyarul is ugye megjelent, és hogy most már az is olvasható magyar nyelven, és azt hiszem, hogy fedezfed újra azért ez a magyar. Címe, bár akármikor elmezt a könyvet, az magyarul mindig kifogyott, a... úgyhogy, úgyhogy érdemes hozzájutni, valahogyan akár a külföldre megrendelni. Pontosan, pontosan. Nagyon-nagyon köszönöm az elmúlt. Hát nagyjából egy órát itt a beszélgetésünkben van esetleg bármiféle búcsú vagy záró gondolat, amivel még a hallgatóságnak kedveskedhetünk? Hát talán azt mondanám zárószóként, hogy amikor benne van az ember ezekbe a működésmódokba, akkor esetleg úgy látja, hogy nincs kiút, vagy hogy nem lehet ezt megváltoztatni, és hogy csak biztatnám a hallgatókat, hogy, hogy próbálják meg, hogy, hogy milyen, hogy, hogy, lehet, hogy ez, ugye ez csak kialakultak ezek a, ezek a működésmódok, és hogyha visszatérünk az eredethez, és próbáljuk feltérképezni, meg dolgozni vele, akkor nagyon szépen eredményeket lehet elérni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Én köszönöm a meghívást.